ešte prajem vám krásnu sobotu. Myslím, že aj počasie nám trošku prajem, že slabšie rozdíša, keď nie je príliš horúco. Takže srdečne vítam aj hosti z Čiech. Vítam tu aj imigrantov na Slovensko, že? Nech sa páči. Vítajte všetci a vítam našich hostí z Maďarska. Hlavne pána László Kocsó, verím, že ho netreba veľa predstavovať. Pán Kocek bude to močiť, takže myslím, že veľmi to proste rozmera a ľudia. To bude perfektné. A pána László Kocsó asi netreba stačí, keď poviem, že je náš najvyššie postavený líder v Európe. A myslím, že jej sa od neho učiť. Má tému, ktorú ste si sami vybrali, motivácia. Takže verím, že vás namotivuje tak, že ja už teraz po prvých 10 dňoch vidím, že je viacej registrácií, viacej predaja na Slovensku priamo. Tak sa teším, že aj táto prednáška tomu tiež pomôže. Takže odovzdávam slovo Lászlóvi, je teším vás, vítam všetkých. Veľmi rád, že tu opäť môžem byť. És a Marinak néhány tapasztalatomat szeretném megosztani veletek az üzletépítéssel kapcsolatban. Dnes by som vám chcel niečo rozprávať o obchodovaní v tomto biznise. Szeretnék segítséget adni, hogy még hatékonyabban tudjátok építeni az üzletet. Chcel by som vám dať nejaké nápady, aby ste ešte lepšie vedeli budovať tento obchod. De nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy ezek az én tapasztalataim, az én véleményem. Az így veľmi dôležité, aby som povedal, že toto sú moje skúsenosti, čiže to, čo vám ja odovzdám, to je z mojej hlavy. Tak nem kell feltétlenül elfogadni, nyugodtan konzultálj a szponzoroddal arról, hogy biztosít kell csinálni. Nemusíte to prijať, kľudne to konzultujte so svojím sponzorom, že či sa to tak dá robiť. Én azt tartom a legfontosabbaknak, hogy mindenki úgy csinálja ezt az üzletet, ahogy szereti, ahogy jól érzi magát benne. Ja hovorím, že je veľmi dôležité, že každý nech tento obchod robí tak, ako on sa uzná za vhodné. Én azt tapasztalom, hogy ha ez az üzlet valakinek nem működik, az két okra vezethető vissza. Mám skúsenosti, že tento obchod, keď nefunguje, tak to má dve príčiny. Az egyik az, hogy valaki nem csinálja. Jedna príčina je, že niekto to nerobí. Vagy pedig nem jól csinálja. Alebo že to robí zle. Ez úgy túl egyszerűnek tűnik, egy kicsit bővebben beszéljünk róla. Je to veľmi jednoduché, trošku to rozšírme. Ugye az egyik az, hogy ugye nem csinálja. Mit jelent az, hogy valaki nem csinálja? Čo to znamená, že keď niekto to nerobí? Ugye az üzletnek a csinálása, úgymond, az nem azt jelenti, hogy valaki eljár a képzésekre. Že to neznamená, že niekto to robí, že chodí na školenia. Hogy minden tud a marketing tervről, minden tud a termékekről. Všetko vie o marketingovom pláne, všetko vie o výrobkoch. Nagyon sokan vannak ilyen emberek, akik minden rendezvényen ott vannak. Je strašne veľa takých ľudí, ktorí sú na všetkých podujatiach. De én azt mondom, hogy mégse csinálják az üzletet. Ale ja hovorím, že predsa nerobia ten obchod. Hiszen a csinálás azt jelenti, hogy hány embernek mutattam meg az üzletet. Robenie znamená to, že koľkým ľuďom som ukázal tento biznisz. Hány embert szponzorálok direktben? Koľko ľudí sponzorujem napriamo? Az adott hónapban. V tom ktorom mesiaci. Nekem van körülbelül 80 szélességem. Ja mám zhruba 80 sírok. De amikor júniusban hazajöttem a szabadságról. A keď som sa vrátil v júni z dovolenky. Akkor eldöntöttük a párommal, hogy igen, ebben a hónapban behozunk 8 direktet. Tak som sa rozhodol s mojou manželkou, že tento mesiac donesieme ďalších 8 direktov. Hiszen nagyon fontos a személyes példamutatás. Je veľmi dôležité, aby ste vy ukázali príklad. Ha én nem mutatom meg, hogy én is csinálom, akkor nem fognak követni az emberek. Keď ja neukážem, že to robím, tak ma nebudú nasledovať ľudia. És 8 direktet behozni, az nem egy olyan nagy dolog. 8 priamých líní doniesť do obchodu, to nie je taká veľká vec. Hiszen csak hetente kettőt kell behozni. Veď len týždenne dvoch musíte doniesť. Hiszen csak 3 naponta kell egy új embert behozni. Len každý tretí deň musíte doniesť jedného človeka. Ha valaki komoly jövedelmet szeretne ebből az üzletből keresni, keby niekto chcel veľa peňazí v tomto obchode zarábať, akkor időt kell rászállni erre az üzletre, tak musí aj čas venovať do tomto obchodu. És hogyha valaki időt száll el az üzletre, és valóban megosztja az információkat, keď niekto naozaj minie čas v tomto obchode a rozdá informácie, ha valaki nem is főállásba csinálja, de napi néhány órát rászáll. Keď to niekto ani nerobí v hlavnom pracovnom čase, ale niekoľko hodín denne venuje tomuto obchodu. Akkor 3 naponta behozni egy embert, az nem egy nagy valami dolog. Tak každý tretí deň jedného človeka sponzorovať, to nie je taký veľký problém. A probléma ott van, szerintem, hogy az emberek nem csinálják. Problém je tam, že ľudia to nerobia.
nagyon jó a cég. Hovorja si, že veľmi dobrá. Jók a terméke. Dobre sú výrobky. Tisztük minden nap a kávét. Pijeme každý deň kávu. Meg vagyunk győződve, hogy legjobb helyen vagyunk. Sme presvedčení, že sme na najlepšom mieste. Csak éppen elfelejtjük elmondani másoknak. Akurát to zabudneme povedať druhým ľuďom. Elfelejtjük jól elmondani másoknak. Zabudneme to dobre povedať ľuďom. Tehát az első probléma az, hogy nem csináljuk. Prvý problém je ten, že to nerobíme. A másik pedig, hogy nem, hogyha végre csinálnánk, akkor nem jól csináljuk. A druhý problém je ten, že keby sme to už konečne robili, tak to zle robíme. Tehát az első pont szerintem a nagyon egyszerű pont az előrelépéshez, hogy akár magatoktól, ti akik vezetők vagytok, kérdezzétek meg, hogy hány embernek fogom bemutatni hétfőn ezt az üzletet. A prvý bod je ten, že koľkým ľuďom v pondelok ja sám predstavím tento obchod. És ezt kommunikálni az alsó vonalba, hogy akkor leszel sikeres, hogyha minden nap rendszeresen bemutatod ezt az üzletet. A toto komunikovať s našou spodnou líniou a hovoriť im stále, že koľko denne ukážete vy tento obchod koľkým ľuďom. Visszajön valaki, és azt mondja, hogy neki nem működik az üzlet. Niekto sa vráti a povie, že jemu ten obchod nefunguje. Hány embernek mutattad meg ezt az üzletet? Koľkým ľuďom si ukázal tento obchod? Hány emberrel ültél el, és beszéltél részletesen ebben az üzletről? Koľkými ľuďmi si sadol a rozprával sa podrobne o tomto obchode? És akkor azt fogja mondani, hogy hát én 10 emberrel már beszéltem. A potom vám povie, že však s 10 ľuďmi sa rozprával. Semmi, 10 ember semmi. Čiže 10 ľudí to je málo. Tehát sokkal nagyobb számokba kell gondolkodni. O mnoho väčších číslach musíte rozmýšľať. De mindenkinek rengeteg kávé ismerőse van. Každý má strašne veľa známych, ktorí pijú kávu. Tehát nem kell attól tartani, hogy elfogynak. Nemusíte sa báť, že tí ľudia sa nejak ľudia zmiznú, lebo každý pije pár kávu. Több mint 3,5 éve építjük az üzletet a párommal. Viac ako 3,5 roka budujeme tento obchod s mojou manželkou. És még mindig nagyon sok embernek nem tudtuk elmondani az üzletet. A ešte stále sme to mnohým ľuďom nedokázali povedať tento biznis. Tehát csinálni kell, ez a legfontosabb. Treba ho robiť, to je najdôležitejšie. I fölmerül, hogy hogyan csináljuk. A otázka je, že ako? Ugye, nagyon könnyű manapság olyan embereket találni, akiknek, hogyha MLM üzletről beszélünk, rászaladnak ugye az utca túlsó oldalára. Je veľmi ľahko povedať hocikom na ulici o obchode, čo je to MLM, a z druhej strany ulice k vám preskočia. Ennek én azt gondolom, hogy ugye a tapasztalatok az okai, az ő tapasztalatai az okai. Dôležité problém je skúsenosti. Ezért nem mindegy, hogy hogyan kommunikálunk erről az üzletről. Práve preto je veľmi dôležité, ako komunikujeme o tomto. Ugyanis az MLM üzlet a kommunikációról szól, semmi másról. MLM obchod je o kommunikáció, o ničom inom. Tehát, hogyha valaki nagyon intenzíven csinálja, és nem működik neki, akkor biztos lehet szabba, hogy rossz a kommunikációja. Keď niekto tento obchod robí veľmi intenzívne a nefunguje mu, tak môže byť istý, že komunikáciu má nedobrú. Szeretném megosztani veletek azt a 4 pontot, amit én tapasztalok, ami a legnagyobb hiba a kommunikációval. Chcel by som sa s vami podeliť so 4 bodmi, ktoré sú najdôležitejšie body v zlej komunikácii. Valaki professzionálisan megtanulja az összes terméket, professzionálisan tudja a marketing tervet. Niekto sa profesionálne naučí marketingový plán, naučí sa profesionálne o výrobkoch rozprávať. És leül valakivel, és folyamatosan arról beszél, hogy neki, az új embernek miért jó ez az üzlet, miért jó ez a termék. A sadne si s niekým za stôl a celý čas rozpráva len o tom, prečo tomu človeku je dobrý tento. Én azt tapasztalom, hogy ez a dolog, amiből az embereknek elegük van. Ja mám skúsenosti také, že toto je tá chyba, že z čoho ľudia majú už dosť. Hogy jön egy másik okos ember, és meg akarja neki mondani, hogy miért jó ez a termék, ki miért jó neki ez az üzlet. Príde ďalší nejaký mudrý človek, ktorý mu chce povedať, že prečo je pre ňu tento obchod dobrý a prečo sú dobré pre ňu tie výrobky. Az én tapasztalatom azt mondta, hogy ebből elegük van az embereknek. Moja skúsenosť je tá, že z tohoto majú dosť ľudia. Nem akarják, hogy megmondják nekik, hogy mit kéne nekik tenniük. Nechcú tí ľudia, aby ste im hovorili, že čo majú robiť. Sok MLM-es kolega, amikor csatlakozik egy üzlethez, és nagyon lelkes lesz. Veľa MLM-ových kolegov, ktorí sa pripoja k obchodu, sú veľmi nadšení. Nem tudja elképzelni, hogy az MLM en kívül is van élet. Nevie si predstaviť, že aj mimo MLM je život. Nem tudja elképzelni azt, hogy benne van ebbe a fantasztikus üzletbe, és a többiek milyen nem értik ezt meg, hogy ez a legjobb üzlet. A nevie si predstaviť, že ľudia sú v tomto obchode a ostatní prečo nevedia pochopiť, prečo je tento obchod dobrý.
El kell fogadni azt, hogy az MLM-en kívül is van élet. Treba prijať, že aj mimo MLM existuje život. És szerintem az én tapasztalatom azt mutatja, hogy meg kell fordítani a kommunikációt. A moje skúsenosti sú tie, že komunikáciu musíme otočiť. Mindig arról kell beszélni, hogy én miért csinálom ezt az üzletet. Vždy treba o tom rozprávať, že ja prečo robím tento obchod. Én miért fogyasztom ezeket a termékeket. Ja prečo používam tie výrobky. És hogyha hiteles tudok ebben lenni, keď viem presvedčiť v tomto toho človeka, akkor azt hettem észre, hogy az emberek követni akarnak. Tak som si všimol, že ľudia ma potom nasledujú. Ilyen egyszerű. Tak jednoduché. Tehát arról beszélek, hogy én miért csinálom ezt az üzletet. Takže o tom rozprávam, prečo ja robím ten obchod. És nem arról beszélek, hogy neked miért kellene csinálni ezt az üzletet. A nie o tom, prečo ty by si mal robiť ten obchod. Mi, én miért fogyasztom ezeket a termékeket? Prečo ja užívam, používam tieto výrobky? És nem arról, hogy neked miért kellene fogyasztani ezeket a termékeket. A nie o tom, že prečo ty by si mal používať tie výrobky. Ugye sokan szeretnének ebből az üzletből pénzt keresni. Samozrejme, veľa ľudí by chcelo z tohto obchodu zarábať peniaze. Ugyanakkor nem vállalják azt föl, hogy ők egy MLM üzletet építenek. Ale oni zas nechcú povedať o tom, že oni budú jeden MLM obchod. A kezdő munkatársaknál nagyon gyakran tapasztalom azt, hogy elkezd foglalkozni ebben az üzlettel. Pri nových spolupracovníkov sa často stretávam s tým, že začnú sa zaoberať s týmto obchodom. De magában még nem tette rendbe azt, hogy ezt föl lehet vállalni, ez egy MLM üzlet. Ale v sebe si to ešte nedokázal ešte presvedčiť o tom, že MLM obchod sa dá vybudovať. Fél az emberek véleményétől, hogy hát ez lehet, hogy ciki. Bojí sa o to, že ľudia mu povedia, že to nie je dobrý obchod. Szerintem nem ciki többet keresni, mint egy alkalmazott, sokkal többet keresni munkával. Jo, no lepšie zarábať viac ako nejaký zamestnanec. Tehát ezt a gondolatmenetet, ezt nem árt, hogyha a helyre tesszük az alsó vonalainkba. Tento myšlienkový pochod nie je zle, aby sme si prebrali s našou spodnou líniou. Hisz, hogy bátran föl lehet vállalni, hogy mi egy multilevel marketing üzletben vagyunk. Že kľudne môžeme o tom rozprávať, že my sme v jednom multilevel marketing obchode. És multilevel marketing és multilevel marketing üzlet között is van különbség. A rozdíli aj multilevel marketing obchodom a medzi multilevel marketing obchodom. És mi olyan termékeket kínálunk ebben az üzleti modellben, amin az embereknek szükségük van? A mi ponúkame v tomto našom multilevel marketingu také výrobky, také produkty, na ktoré človek potrebuje. Tehát én azt látom sokszor, hogy elkezdi valaki, szeretne vele pénzt keresni, de magából még ezt nem vállalta föl, hogy ez egy ilyen üzleti modell. Ja vidím u ľudí, že chceli by aj začať robiť tento obchod, ale v sebe si ešte nejak nepovedali, že vedia robiť multilevel marketingot. És ez nagyon érdekes, hogy lehet, hogy valaki ezt próbálja leplezni, de ez átmegy. Ezt a másik partner ezt megérzi, hogy ő se elkötelezett. A je to veľmi zaujímavé, ale keď nie ste presvedčení o tom, že viete robiť ten multilevel marketing obchod, tak aj váš partner, ktorému ponúkate ten obchod, cíti vo vás, že vy ste ešte nerozhodnutí robiť ten obchod. Tehát, hogyha azokban a munkatársakban, akikbe te energiát akarsz belefektetni az elkövetkező időszakban, nem árt, hogyha ezt a pontot megnézed. A do tých svojich spolupracovníkov, do ktorých chceš investovať čas, nie je zlé, aby ste si prejednali tieto veci. Tehát fölvállalja egyáltalán az MLM üzletet. Či on je schopný robiť MLM obchod. Holott tudja azt, hogy esetleg akinek ezt kimondja, az annak nagyon rossz véleménye van erről. Pritom musí vedieť, že keď to niekomu povie, že MLM, že bude mať veľmi zlú odozvu z toho. Nem o DXL-ről van rossz véleménye, azt nem is ismeri. Nie, o DXL má zlú mienku, to ani nepozná. Hanem érték bizonyos hatások az MLM-mel kapcsolatban, aminek ez volt a következmény. Ale celkovo MLM ako samotný obchod, ten pojem, ten má zlé meno. Én szeretem a kihívásokat. Ja mám rád vízi. És hogyha valaki megkérdezi tőlem, hogy én milyen üzlettel foglalkozok. A keď sa ma niekto spýta, že akým obchodom sa zaoberám. Akkor azt szoktam mondani, hogy mindenki által utált MLM üzletben vagyok. Ja som v obchode, ktorý každý nenávidí. És csöndben maradok. A som ticho. Várom a hatást. Csakám odozvu. Ugye, és akkor, hogyha van egy kis, akkor elmondom, mert vannak ennek olyan területe is, amit föl lehet büszkén vállalni. A potom, keď už sa rozprávam, tak poviem, že aj MLM má také časti, ktoré sa v pohode dajú robiť. Vannak olyan cégek, akiket föl lehet vállalni minden körülmények között. Sú také firmy, s ktorými naozaj s čistým svedomím môžete pracovať. Nagyon sok helyen leírták, és nagyon sok helyen
elmondták már, hogy mi a legfontosabb. Na mnohých miestach už napísali a povedali, že čo je najdôležitejšie. És ugye lassan 4 éve nyílt meg az európai piac. Pomaly už 4 roky, čo otvorili v Európe VXN. És az elmúlt időszakban volt lehetőségem arra, hogy egy kicsit lelassuljak, úgymond is visszatekintsek. Za toto obdobie som mal čas, aby som trošku spomalil a pozrel sa naspäť. És rájöttem arra, hogy amikor én elkezdtem építeni ezt az üzletet, akkor ha nem is tudatosan, de ugyanezt csináltam. A prišiel som na to, že keď som začal tento obchod budovať, tak nevedomky som to isté robil. Ugyanis legfontosabb ebben az üzletben szerintem a szenvedély. Najdôležitejšie v tomto obchode je závislosť. Tehát, hogy amit csinálok, a szenvedélyesen csináljam. To, čo robím, aby som robil oduševnenie. És amikor én elkezdtem ebben az üzlettel foglalkozni, akkor én nagyon szenvedélyesen beszéltem erről az üzletről. Ja, keď som začal tento obchod robiť, tak strašne oduševnením som začal rozprávať o tomto obchode. Hiszen körbejártam, megnéztem a hátterét, és meg voltam győződve, hogy igen, ez az, amit keresem. Pozeral som si všetko o tomto obchode a zistil som, že to je to, čo hľadám. Nagyon keveset tudtam a termékről, a marketingtervről. Strašne málo som vedel o produktoch a o marketingovom pláne. De éreztem, hogy ez egy jó dolog is, és nagyon szenvedélyesen tudtam róla beszélni. Ale cítil som, že je to veľmi dobrá vec a veľmi oduševnene som vedel o nej rozprávať. És az emberek látták, hogy én magabiztos vagyok. A ľudia videli, že som sebaistý. És ezért mertek követni. A preto ma nasledovali. Ha azt látták volna rajtam, hogy kételjeim vannak. Keby videli na mne, že mám nejaké pochybnosti. Ha nem vállalom fel a céget. Že nezačnem rozprávať o firmu, robiť ten obchod. Nem vállalom föl ezt a üzleti modellt, hogy MLM. Že nepríjmem tento obchod, že MLM. Akkor nem tudnak követni. Nem fog senki sem olyan emberhez csatlakozni, aki bizonytalan. Nikto sa nepripojí k takému človeku, ktorý je... Neistý. Oké, tehát nagyon fontos, hogy te magadban is, de figyelj oda, hogy az alsó vonalad is össze legyenek rakva is, és fölvállalják ezt az egész dolgot. Veľmi dávaj pozor na to, že aj ti, aj tvoji ľudia pod tebou, aby naozaj všetci boli takí, že oni sú si vedomi, že robia MLM. Hiszen, hogy ebben az üzletben elérsz egy jövedelmi szintet, keď v tomto obchode dosiahneš určitý prínos peňazí. Ez alatt azt értem, hogy ha meg tudsz élni már csak ebből az üzletből. To myslím tým to, že keď už vieš vyžiť z tých peňazí. Tehát nincs szükséged más jövedelmi forrásokra. Nepotrebuješ už iný príjem. Akkor ez nem egy munka. Tak to nie je práca. És sokkal inkább szerintem egy életforma. Je to skôr životný štýl. Hiszen minden pillanatban ebben élsz. V každom momente žiješ v tomto obchode. Mert jól érzed magad benne. Lebo sa v ňom dobre cítiš. Oké, tehát ez volt a második. To volt a druhé. A harmadik dolog az, hogy azt tapasztalom, hogy az embereknek, az üzletépítőknek nincs összerakva a saját történetük. Tretí bod je ten, že mám skúsenosti, že ľudia nemajú zložený vlastný svoj príbeh. Tehát nem a fogyasztókról beszélek, hanem az üzletépítőkről. Nerozprávam teraz o spotrebiteľok, ale o obchodníkoch. Tehát jön egy üzletépítő, jön egy ember avval az attitűddel, hogy ő egy nagy üzletet szeretne építeni. Príde jeden človek s tou myšlienkou, že chce vybudovať veľký obchod. Ebből szeretne megélni. Z tohto obchodu by chcel vyžiť. Ebből szeretné elérni az anyagi függetlenség szintjére. Z tohto by chcel byť finančne závislý. De a saját életébe nem illesztette bele ezt a történetet. Ale do svojho života nejakým spôsobom nevložil tento príbeh. Tehát nem úgy másnak, magának se tudja megmagyarázni, hogy mit keresik jelen pillanatban. Nie, že inému, ale ani samému sebe nevie povedať, čo vôbec hľadá v tomto obchode. Holott, hogy ebből szeretne keresni milliókat. Pritom z tohto obchodu by chcel zarábať milióny. Ebből akkor szabad ember lenni, de a saját életébe ezt nem helyezte el. Z tohto obchodu by chcel byť slobodný človek, ale nevložil to nejakým spôsobom do svojho života. Tehát azt gondolom, hogy először magad életébe kell beletenned a DXN, ezt az üzletet. Najprv do svojho života, do svojej mysle musíš vložiť DXN. Hogy most itt vagy. Teraz, že tu si.
Ezért csatlakoztam a DX-hez, és ezt akarom elérni. Preto som sa spojil pridal DX-en a chcem toto dosiahnuť. Ugye megvan a folyamat, amit én szeretnék beletenni ebbe az üzletbe, úgymond. Je tu ten proces, ktorý by som chcel v podstate do tohto obchodu vložiť. De ezt először fontos magamnak megmagyarázni. Ale to je prvé je, že si to musím sám sebe najprv vysvetliť. Tehát amikor én csatlakoztam ehhez az üzlethez, keď ja som sa pripájal k tomuto obchodu, akkor eldöntöttük a párommal, hogy ezt megcsináljuk. Ja som rozhodli, že to spravíme. Nem megpróbáljuk, megcsináljuk. Mi skúsime, spravíme. Én azt szoktam mondani, hogy hogyha valaminek ugye van alternatívája, ami a nem, ja som zvykol hovoriť, že keď niečo má alternatívu, že nie. Akkor azt mondtam, hogy az a variáció, az ki van zárva. Tak ten variant je vylúčený. Tehát eldöntöttük, hogy meg fogjuk csinálni, és beleillesztettük az életünkbe. Rozhodli sme sa, že to spravíme, a vložili sme to do svojho života. Tudtuk azt, hogy miért akarjuk megcsinálni. Vedeli sme, prečo to chceme spraviť. Tudtuk azt, hogy kinek milyen feladata lesz ebben. Vedeli sme, kto, aké úlohy bude mať v tomto. Hiszen a fókusz az ezen volt, ezen az üzleten volt. Fókusz sme mali na tomto obchode. És hogyha ezt magamba rendbe tettük, akkor tudtuk ezt kommunikálni attól a pillanattól kezdve. Ezt sme si to sebe uložili, tak sme to vedeli komunikovať aj do prostredia. Tehát nem azt kellett mondani egy ismerősünknek, hogy figyelj, találtunk valamit és hát megpróbáljuk. Nie, to sme museli hovoriť známym našim, že pozri, našli sme niečo, vyskúšame to. Tulajdonképpen nagyon jó ez a kávé, és lehet, hogy neked is jó lesz. V podstate dosť dobrá je tá káva, že možno aj tebe bude dobrá. Hanem teljesen világosan és tisztán láttuk, hogy eddig ezzel foglalkoztunk. Ale čisto, úplne čisto sme videli, že doteraz sme sa zaoberali s týmto. És my už si teda DXN, és už ezért foglalkozunk ezzel. A teraz je tu DXN, a teraz preto to sa zaoberáme len DXN. És láttuk az ezzel kapcsolatos cieľainkat. A videli sme tie ciele. Tehát amikor Józsit meghívtam, hogy beszéljek neki erről az üzletről. Keď som zavolal Józsiho, aby som mu rozprával o tomto obchode. Akkor nagyon nyíltan, és egyértelműen el tudtam neki mondani, hogy figyelj, én ezzel az üzlettel fog foglalkozni mostanában. A veľmi jednoznačne a otvorene som mu vedel povedať, že od tejto chvíle sa budem zaoberať týmto obchodom. Nem tudtam neki a termékről, meg a marketing tervről előadást tartani. Nevedel som mu robiť prednášku o produktoch a o marketingovom pláne. De nagyon határozottan megvoltak azok a pontok, hogy miért fogok ezzel az üzletem foglalkozni. Ale veľmi presvedčivo som vedel povedať, rozprávať o bodoch, prečo sa chcem tomto obchodu venovať. Miért lesz ez sokkal jobb, mint a hagyományos vállalkozásom? Prečo toto bude o mnoho lepší biznis ako klasické zamestnanie? És miért lesz ettől más és jobb az életem? A prečo bude od tohto môj život lepší? És semmi más, én ezt kommunikáltam csak. Nic som mu iné nepovedal, len toto. Hogy én ezért tartottam szükségesnek ezt a változást. Ja preto som považoval za dôležité túto zmenu. De hogyha neked nincs egy ilyen történeted, keď ti nemáš takýto príbeh, ha először magadnak nem tudod megmagyarázni azt, hogy miért kezdesz el foglalkozni a DXN-nek komolyan, keď najprv sebe nevieš vysvetliť, že prečo sa vážne začína zaoberať DXN-om, akkor hogy várod el azt, hogy olyan emberek kövessenek, akik szintén ugye ebből akarnak megélni? Tak jak, ako očakávaš, aby ťa ľudia nasledovali s tým tiež, že chcú z tohto vyžiť? Mindannyian tudjuk, hogy az MLM üzleti modellben nagyon fontosak a fogyasztók. Všetci dobre vieme, že v MLM obchode sú veľmi dôležití spotrebitelia. Ugye? De te neked nem a fogyasztókból lesz gyorsan nagy üzletet. Ale ty nie zo spotrebitelov budeš mať rýchlo veľký obchod. Hanem, hogy hány olyan ember találsz a hálózatodba, aki ő is ebből szeretne megélni. Ale koľko takých ľudí dostaneš do svojho systému, ktorí tiež z tohto chcú zarobiť peniaze. Ugye, föl lehet építeni egy diamant üzletet fogyasztókból. Dá sa vybudovať diamantový obchod aj zo spotrebiteľov. De az nem fog neked passzív jövedelmet garantálni. Ale to vám nebude garantovať passzívny príjem. Viszont, hogyha ha találsz néhány olyan embert, akik ők is ebből az üzletből akarnak megélni. Ale keď nájdeš niekoľko takých ľudí, ktorí tiež len z tohto obchodu chcú žiť. És az elhatározások nagyon szilárd. A majú veľmi silné presvedčenie. Sőt, tesznek is ezért. Aj spravia preto niečo. Akkor azt is mondhatnám, hogy abba is hagyhatod. Tak môžem povedať, že to môžeš vyznať. Ha én abba hagynám ezt az üzletet, keby som ja teraz prestal tento obchod robiť, az üzletem ugyanúgy növekedne. Môj obchod takisto bude napredovať. Hiszen vannak olyan vezetőim, akik még nem érték el a céljukat. Veď mám takých vedúcich, ktorí ešte nedosiahli svoje ciele.
És ők nem az én üzletemet építik. Annyi nem tudom, hogy mojokat, hanem a saját üzleteket. A vlastný obchod. Minden megtesztek azért, hogy a saját üzletük sikeres legyen. Všetko spravia preto, aby ich vlastný obchod bol úspešný. Tehát neked olyan embereket kell találni, akik követnek téged, elhiszik, amit mondasz. Én takých ľudí musíš levať, ktorí ťa budú nasledovať a ktorí uveria to, čo rozprávaš. De hogyha neked nincs meg a saját sztorid, akkor nem fognak követni az emberek. Ale keď ty nemáš svoje sztori, tak ťa ľudia nebudú nasledovať. Az emberek a történeteket imádják. Ugye már rádi privéi. Ugye nagyon sok emberekből beleírták, hogyha jó MLM üzletet akarsz építeni, akkor csak jó sztorikat kell tudod mesélni. Sőt, mnohik MLM knihák napísali, že keď chceš veľmi dobrý MLM obchod budove, tak musíš veľmi dobrý príbeh mať. Ha tartasz egy előadást a marketing tervről, meg a Ganoderma-ról. Keď držíš nejakú prednášku o marketingovom pláne a o Ganoderme. Akkor az emberek maximum a tájékoztatás után néhány nappal a csatlakozási díjra fognak emlékezni. Tak ľudia maximálne o 2 dní sa budú len, si budú pamätať len poplatok za vstup do tohto obchodu. De hogyha mondasz neki néhány jó történetet, ale keď mu povieš niekoľko dobrých príbehov, akkor arra emlékezni fog. Tak to si pamätať bude. Tehát amit én javaslok neked, hogy add össze a saját történeted. Čo vám ja viem odporúšať, že zložte si vlastný príbeh. Nem baj, hogyha 3 éve már építed az üzletet. Nevadí, keď už 3 roky budujete tento obchod. Hónaptól újra kezdheted. Od zajtra môžete znovu začať. Most érhetett a megvilágosodás, hogy oké, akkor most újra kezdem is új lendülettel. Teraz vás mohol osvietiť, že znovu to začnem. Elmondhatod nyugodtan, föl lehet vállalni, figyelj, 3 éve voltam ebből az üzletben, eddig hobby szinten csináltam. Kľudne môžete povedať, že 3 roky som bol v tomto obchode, doteraz som to robil len ako koníček. Most je teraz ide, hogy elkapcsoljak. Teraz prišiel ten čas, aby som začal normálne. Ezt belerakhatod a történetedbe. To si môžete dať do svojho príbehu. De rakd össze a történetet. Ale zložte si ten príbeh. És ezt javasold az alsó vonaladnak. Toto odporúčajte aj vašim ľuďom. Mert hogyha találkozik valaki egy régi ismerősével, keď sa stretne niekto so starým známym, és azt megkérdezi tőle, hogy te mivel foglalkozol mostában. Spýta sa vás, že s čím sa zaoberáte dnes? Akkor úgy nem a marketing terve kérdezett rá, hogy a kávé Ganoderma tartalmára. Ja, hogy nezaujímal marketingový plán ani káva. Hanem a te történetedre. Ale tvoj príbeh. Mi történt veled? Čo sa stalo s vami? És akkor neked készen kell lenned arra. Musíte byť pripravení na to. Hogy úgy elmond neki, hogy ez megragadjon benne. Aby ste mu to tak povedali, aby si to zapamätal. Hogy úgy el tud neki mondani, hogy magától akarjon követni téged. Musíte mu ten príbeh povedať tak, aby on sám vás nasledoval. Tehát amielőtt elkezdi valaki a munkát, nagyon fontos, hogy összerakja a saját történetét. Predtým, ako niekto začne tento obchod, je naozaj veľmi dôležité, aby si svoj príbeh zložil. Ugyanis ez az alapja a kommunikációnak. To je základ kommunikácie. Ha ez nincs összerakva, csak kalandozik, akkor az ember nem fog emlékezni semmire. Ak to nie je zložené a nemáte to poskladané, tak človek, s ktorým sa stretnete, si nebude pamätať tieto veci. Csak megint itt van egy nyomulós MLM, és aki akar nekem adni valami terméket. Bude si zase myslieť, že zase je tu nejaký predajca MLM, ktorý nám chce predať nejaké MLM výrobky. De nem ezt akarod, hogy erre emlékezzem. Ale vy nie to chcete, aby si toto pamätal. Nem azt akarod, hogy fölhívjon újra, hogy beszélgessünk még a témáról. Chcete to, aby vás opäť zavolal telefonom, aby ste sa rozprávali o tomto. Oké, tehát erre szállj időt, ha egyet értesz velem. Ak so mnou súhlasíš, tak venuj tomuto čas. És kezd el összerakni a történetedet. A začni si skladať svoj príbeh. Próbáld el ezt a történetet többször is. Skúsi si povedať tento príbeh viackrát. Rakd össze a fejedbe, hogy jó ez a gondolatmenet. Poskladaj si ho v hlave, či myšlienkové pohyby sú dobré. És nyugodtan tesztelheted. A kľudne si ho testujte ten príbeh. Én mindig azt mondom, hogy nem az a baj, hogyha hibázol a kommunikációval. Ja vždy poviem, že nie to je chyba, že spravíte chybu v komunikácii. Hanem hogyha nem veszed észre, hogy folyamatosan hibázol. Ale keď si nevšimnete, že stále robíte chyby. Tehát találkozok valakivel, beszélgetek vele. Stretnem sa s niekým, rozprávam sa s ním. Akkor próbálok utána mindig elgondolkodni, hogy vajon mit hibáztam, hogyha nem csatlakozok. Vždy sa skúsim potom zamyslieť, že akú chybu som spravil, že sa ku mne nepripojil. Mi volt az, amit nem kellett volna esetleg mondanom, vagy mi volt az, amit jobban ki kellett volna hangsúlyoznom? Čo bola tá vec, ktorú by som možno nemal povedať, alebo čo bola tá vec, ktorú som mal nejak viac zdôrazniť. Jo, tehát ez a történet a lényeg, ez a hármas pont. Takže náš príbeh je dôležitý, to je ten tretí bod. Jo, a 4-es
dolog, hogy az emberek nem jól mutatják be az üzletet. Štvrtý bod je ten, že ľudia nedobre vedia prezentovať ten obchod. Lehet, hogy előveszik a marketing tervet és rajzolgatnak köröket. Možno, že začnú písať marketingový plán a začnú kresliť krúžky. Beszélgetnek számokról. Rozprávajú o číslach. A közvetlen munkatársai tudják, én ezt az üzletet úgy építettem föl, hogy nem ismertem a marketing tervet. Moji spolupracovníci vedia, že ja som tento obchod tak vybudoval, že som vôbec nepoznal marketing. Szerintem még ma is keverem a fejlesztés és a vezetői bónuszt. Dodnes ešte si mýlim bónuszi. Mert nem ez a lényeg, tehát nem ez a fontos. Nie, to je podstatné. Oké, tehát hogyan kell bemutatni az üzletet szerintem? Ako treba podľa mňa predstaviť obchod? Arról fog beszélni, én hogyan mutatom be. Ja mám rozprávať o tom, že ako ho ja predstavím. Van néhány aprócska történetem. Mám niekoľko málo príbehov. És ezek a történeteket mesélem az illetőnek. A tieto príbehy porozprávam ľuďom. Mert erre fog emlékezni. Lebo na to si budú pamätať. És ugye nekem az a célom, hogy emlékezzen erre. Môj cieľ je ten, aby si pamätali. Nem a csatlakozási díj összegére emlékezzen. Nie na to, aby si nepamätali to, že koľko stojí vstup do tohto obchodu. Ugye, miért foglalkozok ezzel az üzlettel? Prečo sa zaoberám týmto obchodom? Miért ezt az üzletet tartom a legjobbnak? Prečo považujem tento obchod za najlepší? Ugye, az egyik a termék miatt. Prvá vec je, že kvôli produktu. Ugye, van egy olyan termékünk, a kávé, amire az embereknek szükségük van. Máme jeden taký produkt, kávu, ktorý ľudia potrebujú. Az, ami élvezeti cík. Je to pôžitkový produkt. Ugye, hogyha ezeket elmondom, ez nem biztos, hogy megmarad benne. Keď tieto veci poviem, tak nie je isté, že si to zapamätá. Ezért a következő történetet mondom el. Tak preto rozprávam tento príbeh. Hogyha nekem nincs ilyen történetet, talál nyugodtan ki. Keď nemáš príbeh, tak kudne si myslí nejaký. Vagy mondd el ugyanezt. Alebo povedz tento istý. A történet a következő. Szerintem lehet, hogy már nektek is mondtam. Príbeh je del nasledovný, možno už aj vám som hovoril. Hogy egyszer kaptam egy e-mailt egy külföldi ismerősömtől. Rászom dostal egy e-mailt od svojho zahraničného známého. Mert azt írja, hogy azt remélem, hogy minden oké veled és a családoddal. Ktorom píše, že dúfam, že všetko je v poriadku s tebou a tvojou rodinou. Mert nézem itt a CNN-t, hogy a magyar gazdaság összeomlott. Lebo pozerám tu CNN a vidím, že maďarské hospodárstvo je v troskách. A forint árfolyama beszakadt. Kurz forintu je na hroznom minime. És hát remélem jól vagytok, és nincs semmi gond. A dúfam, že si v poriadku, že nemáte žiadne problémy. És ugye erre én a következő tudtam neki válaszolni. Na toto som mu vedel odpovedať následovne. Hogy igazából nem követem a híreket. Že pravdu povedziac, vôbec nesledujem správy. Mert tudod, én a kávéüzletben vagyok. Lebo ja robím biznisz s kávou. És a kávéüzletnek az a jellemvonása, hogy az emberek a gazdasági helyzettől függetlenül mindenatt megisszák a kávéinkat. A s kávou je zaujímavé to, že napriek hospodárstvu ľudia si každý deň vypijú svoju kávu. Az emberek a forint árfolyamától függetlenül is minden nap kávéznak. Aj napriek tomu, že forint má zlý kurz, ľudia každý deň pijú kávu. Tehát engem ez nem érint ez a probléma. Mňa sa netýka tento problém. Oké, tehát ebben mire fog ő asszociálni, mire fog, igen, Na, bude ten človek asszociovať? Hogy ő jelen pillanatban van egy üzletben, že v momente je v nejakom obchode, és ami a gazdasági válság hatására itt nem úgy pörök. A že napriek zlej hospodárskej situácii, je mi ten obchod funguje. Emberek lehet, hogy éppen kevesebbet költenek abban a szektorban. Možno ľudia práve menej peňazí minú v tom sektore. És én meg itt vagyok egy ilyen üzletben, mosolygok, mert engem ezt nem éri. A ja som v takomto obchode, ja sa usmievam, lebo mňa sa to netýka. Tehát meg fog benne maradni ez a sztori, hogy ez egy jó dolog. Tento príbeh si zapamätá, že to je naozaj úžasná vec. Van egy másik verzió is erre. Mám ešte egy druhú verzió na tento príbeh. Hogy bemutassa neki, hogy milyen jó ez az üzlet. Viszont munkázzal, že aki je dobrý tento obchod. Ezt szoktam neki mondani, hogy nekem van egy nagy üzletem ebben az elemben, Görögországban. Ja som zvykol povedať, že zvykol som hovoriť, že ja mám jeden veľký obchod, MLM obchod v Grécku. És ugye manapság sokat lehet hallani a görög gazdasági problémákról. A v dnešnej dobe všetci počúvame kopu veci o Grécku. Ugye néhány hónappal ezelőtt voltak ilyen hírek, hogy hát lehet, hogy Görögország kilép az Unióból. De niekoľký mesiac mi volt itt také správy, že Grécko možno vystúpi z Unie. Kilép a euróvezetből. Vystúpi z eurozóny. És sokan kérdezték tőlem, hogy én mit gondolok erről, mikor ugye a választások lesznek. Mnohí sa ma pýtali, že čo si o tomto myslím, keď budú voľby.
És ugye azt tudtam erre válaszolni, amikor megkérdezte valaki, hogy mi lesz szerinted a török választások után. Ja som na toto vedel odpovedať len to, že keď hovoríš, že čo bude po gréckych voľbách. Ezt nem tudom. Neviem. Egyet viszont biztos tudok, ale jednu ez určite viem, hogy a választások után is ugyanúgy megisszák a DXN-es kávét. Že po voľbách takisto vypijú DXN kávét. Tehát erre a sztorira emlékezni fog. Na tento príbeh si určite bude pamätať. Emlékezni fog arra, hogy egy olyan üzletben vagyok, ami működik. Bude si pamätať, že ja som v takom obchode, ktorý funguje. Aztán ugye szeretném neki bemutatni azt, hogy milyen könnyedén működik ez az üzlet. Potom viszont mu chcel ukázat, že ako ľahko funguje tento obchod. És erre van egy nagyon szemléletes jó igaz történetem. A na toto mám jeden veľmi dobrý živý príklad. Nem mondtam neki azt, hogy amikor én elkezdtem ebben az üzlettel foglalkozni, teljesen normális, hogy volt bennem hiteli. Ja keď som povedal som, že keď som začal tento obchod robiť, tak naozaj som mal aj ja v sebe pochybnosti. Tehát oké, én kifele azt kommunikáltam, hogy nagyon erős és határozott vagyok. Ja som kommunikoval ľuďom to, že som silný a presvedčený. De nyilván az embernek működik ugye a negatív énje is, és az ugye próbáltam én mondani, hogy hát lehet, hogy ez nem fog működni. Ale v sebe som naozaj mal také myšlienky tiež, že možno tento obchod nebude fungovať. Igen. És amikor megcsináltam a weboldalnak a szövegét, hogy mi lesz meg a weboldal. Keď som spravil základ webovej stránky. Hiszen ugye az volt az ötletem, hogy majd online építem ezt az üzletet. To bol môj nápad, že potom online budem budovať tento obchod. És az én magyar nyelvtanom az eléggé gyenge. A moja magyarčina je dosť slabá. Ezért fölhívtam az egyik barátomat, és azt mondtam neki, hogy légy szíves, ajánlj nekem egy korrektor, aki lekorrektúrázza a weboldal szövegét, hogy biztos, hogy nyelvtan a helyes legyen. Zavolal som jedného kamaráta angelského, aby si mi zvolal jedného korektora, ktorý mi presne pozrie moju webovú stránku, či je správne z gramatického hľadiska. És mondta, hogy igen, ismerek egy nagyon jó magyar tanár, aki egy kis faluban laki, küldenek e-mailbe a weboldal szövegét, beszél meg vele, és akkor lekorrektúrázza. Že áno, poznám jedného maďarského učiteľa maďarčiny v jednej malej dedinke, že jemu pošli mailom tú tvoju stránku a on ti ju prekontroluje. Én fölhívtam ezt a hölgyet, mondtam, hogy korrektúrát szeretnek, és hogy elküldöm neki az anyagot. Zavolal som tej pani učiteľke a som jej povedal, dohodol som sa s ním, že ten pošlem tú stránku. Elküldtem neki a szöveget. Poslal som jej stránku. És visszajött, hogy szeretne csatlakozni. A ona mi naspäť napísala, že chcela by sa pripojiť k tomu obchodu. Akkor éreztem, hogy nem lesz gond ebben az üzletben. Tedy som cítil, že s týmto obchodom bude problém. Ugye ez a hölgy ma már nem magyar tanár. Táto pani dnes už nie je učiteľka maďarčiny. Hanem főállású DXN-es üzletépítő gyémánt. Ale v hlavnom zamestnaní je diamantka v DXN. Tehát nem volt semmi kommunikáció, egyszerűen csak elküldtem a weboldal szövegét. Nebola žiadna komunikácia, jednoducho som jej len poslal člán moju webovú stránku. Ugye, a másik, amit az üzlet kapcsán el szoktam mondani, vagy szeretnék kommunikálni úgymond. Druhá vec, ktorú by som v rámci obchodu chcel povedať vlastne komunikovať ľuďom. Hogy itt nincsenek elvárások, nincsenek felesleges elvárások. Že tu, nie sú, tu v tomto obchode nie sú očakávaní. Igen. Bármikor abba hagyhatod, bármikor folytathatod. Hoci, kedy ho môžete prestať robiť, hoci kedy môžete opäť začať. De ezt is sokkal jobb előadni egy történettel. Ale toto je tiež najlepšie povedať nejakom príbehu. Tehát, hogyha találsz egy, amikor elemzed majd a kommunikációdat, keď potom budete vyhodnocovať vlastnú kommunikáciu, és meg lesznek a fókuszpontjait, hogy milyen üzenetet szeretné eljutatni, a budete mať tie body, že akú správu by ste chceli ďalej posílať, akkor érdemes azzal egy történet, az üzenethez egy történetet párosítani. Tak bol by veľmi dobré k tej správe nejaký príbeh napísať. Oké, tehát én nekem is vannak ilyen történeteim. A ja mám takéto príbehy. Tehát el szoktam neki mondani, hogy volt egy nagyon jó barátom. Zvykol som povedať rozprávať, že mal som jedného dobrého kamaráta. Aki az első között csatlakozott az üzlethez. Ktorý sa medzi prvými pripojil k tomuto obchodu. És szólt néhány ismerősének is. A porozprával o tom aj niekoľkým známym. De mivel ő hiteles ember volt, ezek az emberek csatlakoztak hozzá. Nakolko bol presvedčivý človek, tak ľudia sa k nemu pripájali. De ez az ember soha nem jött el semmilyen képzésre. Tento človek ale nikdy neprišiel na žiadne školenia. Ő titkolta ezt, hogy ő
MLM-mel foglalkozik. On o tom nerozprával nikým, že sa zaoberá MLM. Mert ez olyan ciki volt neki. Bolo to pre ňa trošku také zle rozprávať o tom. De közben azok közül, az emberek közül, akik neki ajánlotta ezt, elkezdtek néhányan komolyan ezzel foglalkozni. Ale z tých ľudí, ktorým on ponúkol tento obchod, niektorí sa začali dosť vážne zaoberať týmto obchodom. És ugye, mint a felsővonatok kérték az én segítségemet, és én foglalkoztam velük. Odo mňa si pýtali ako moje horné linie pomoc, takže ja som sa s nimi rád zaoberal. És eltelt 3 év, és az embernek 2 diamantja is lett. Prešli 3 roky a človek mal zrazu aj 2 diamantov. És mivel ugye a kávéját megvette, ezért látta, hogy jutalékba is van belőle. A napolko aj kupoval kávu, tak videl, že má z toho aj príjem. És 3 év után jött arra rá, hogy figyelj, én ezt föl lehet ezt vállalni, ezt az üzletet. A za 3 roky prišiel až na to, že naozaj tento obchod sa dá robiť vážne. És most elkezdett vele komolyan foglalkozni. Teraz sa s ním začal naozaj vážne zaoberať. És biztos vagyok abban, hogy ő lesz egyik legsikeresebb európai üzletépítő hamarosan. A som presvedčený, že onedlho bude najlepší obchodník. De nincs ebben az üzletben kötelezettség, tehát ő 3 évig itt nem kellett neki semmit csinálni. Že v podstate 3 roky on nič nemusel robiť. Akkor hagyja abba, amikor akarja. Kedy prestane, keď chce. Akkor kezdheti újra, amikor akarja. Kedy môže znovu začať, keď chce. A pozíciója az ott van, és az megmarad. Jeho pozícia tam zostane. Tehát, hogyha valaki egy kis szünetet szeretne tartani, semmi gond. Keď niekto chce nejaký trošku prestávku spraviť, nie je žiadny problém. De nyilvánvalóan az üzlete akkor fog tőle függetlenül is növekedni. Ale samozrejme jeho obchod bude napredovať bez neho len vtedy, hogyha már stabilá bokon alasz. Keď už bude mať stabilné nohy. Én ugye májusban elmentem egy hónap szabadságra. Ja som máj odišiel na mesiac dovolenku. Nem tartottam senkivel a kapcsolatot. Nebol som v kontakte s nikým. Nem válaszoltam az e-mailekre. Neodpovedal som na e-maily. Nem volt nálam telefon. Nebol pri mne telefon. És 9%-ot növekedett az üzletem. A po 9% sa mi zvýšil obchod. Ez nem az én eredményem. To nie je moja zásluha. Nem, vannak a hálózatomban olyan emberek, akik a saját üzletüket építik. Ale mám v sieti takých ľudí, ktorí si budujú vlastný obchod. Ugye, aztán nagyon fontosnak tartom, hogy elmondani, hogy még részesen fog beszélni, és ez a termék drága vagy sem. Veľmi dôležité je, že aby sme vedeli, že či naše produkty sú drahé, alebo nie. De... Potom sa ešte budem s vami podrobnejšie. De az első kommunikációban én ezzel kapcsolatban mindig elmondok egy történetet. Ale v prvej komunikácii ja ohľadom týchto produktov poviem zase jeden príklad. Ezt szoktam mondani, hogy ez az üzlet, ez mindenkinek működik. Zvykol som hovoriť, že tento obchod funguje každému. Aki csinálja. Kto ho robí. És ezt szoktam mondani, ugye, hogy sokat utazok különböző országokban. Zvykol som rozprávať, že veľa cestuje v mnohých krajinách. És számomra megdöbbentő. A pre mňa je veľmi zarážajúce. Hogy mondhatnám úgy is, hogy hihetetlen. Neuveriteľné. Hogy ez a cég sikeres tud tenni olyan országban, mint például Nepál. Že táto firma vie byť úspešná v takých krajinách, ako napríklad Nepál. Bangladesh. Vagy ugye a legnagyobb MLM cég Indiában. Alebo najväčší MLM obchod v Indii. Ezekben az országban nem tud annyira olcsó lenni a termék. V týchto krajinách ten produkt nie vie byť tak lacný. Hogy az ne kerüljön sokkal többe a mi fizetésünkhöz képest. Aby nebol drahší ako naše platy. Tehát mégis óriási mennyiséget eladnak belőle. A predszáttan predájú neskutočne veľké množstvo. Ne csinálják, mert ajánlják, lebo robia, és csinálják folyamatosan. Lebo ho ponukajú. Tehát a szándékon múlik, hogy valaki meg akarja csinálni. Je veľmi dôležité na tom, že či chceme ten obchod spraviť. Tehát a javaslatom az, hogy legyenek ütőképes sztoriai. Môj návrh je ten, že aby ste mali veľmi dobré príbehy. Mert az emberek erről fognak el fognak emlékezni. De az ugye ezt naozaj tudod pamätáť tie príbehy. Ugyanis, hogyha valakinek bemutatod ez az üzletet, totiž, keď niekomu ukážete tento obchod, akkor a legfontosabb célodnak annak kell lenni a bemutatás során, najdôležitejší cieľ vo vašej prednáške musí byť, hogy ő, ha elmegy, és már te nem leszel ott, ten, že keď on odíde, vy tam už nebudete, meg tudja védeni a döntését. Aby vedel naozaj, aby si vedel svoje rozhodnutie obhájiť.
teljesen mindegy, hogy most belépette ott abban a pillanatban, vagy csak gondolkozik rajta. Je úplně jedno, že či v tom momentě vstoupil do obchodu, alebo jen rozmýšlel o něm. De neked arra kell fókuszálni, hogyha majd elmondja ezt az első ismerősének. Ale ty musíš hlavně klást dôraz na to, že keď to poviete prvému známému, akkor aki le fogja őt hülyézni, hogy miért. To lidi si viděl vás myslet, že jste blázon. Akkor ő nem tudja majd elővenni a marketing tervet. On potom nevie zobrať marketingový plán. Nem tudja majd elővenni a Gonoderra jellemzőit. Nevie potom rozprávať o Ganoderme. De emlékezni fog a te sztorita. Ale bude si pamätať váš príbeh. Emlékezni fog arra, hogy a törökök a válság idején is megisszák a kávét. Bude si pamätať to, že Grécia napriek kríze pijú kávu. Emlékezni fog arra, hogy szegény országokban is működik ez. Bude si pamätať, že aj vo veľmi chudobných krajinách tento obchod funguje. Emlékezni fog arra az embernek a történet, hogy bármikor abba hagyható, bármikor újra kezdhető. Bude si pamätať to, že tento obchod hocikedy môže zastaviť a hocikedy opäť môže začať robiť. Hiszen lehetsz te profi eladó. Veď môžete byť profi predajca. És neked azonnal belépott az illető. A hneď v tom momente vstúpi k vám ten človek. De az még nem egy üzletépítő. Ale to ešte nie je jeden budovateľ obchodu. Akkor lesz majd üzletépítő, hogyha meg tudja védeni a döntését mások előtt. Vtedy bude robiť ten obchod, keď bude vedieť obhajovať seba pred ostatnými ľuďmi. Tehát az én fókuszom egy üzleti tárgyaláson. Moja najdôležitejšia vec na jednom obchodnom stretnutí je, hogy olyan idézőjelben fegyvereket adjak az illetőnek a kezébe, aby som také zbranie dal tomu človeku do ruky, amivel majd meg tudja védeni magát. Ktorými sa potom vie ubrániť. Hiszen ugye avval fog majd találkozni abszolút felkészületlen üzletépítőként, ugye, hogy mindenki elmondja neki, hogy semmi értelme ezzel foglalkozni. Práve s tým sa bude stretávať ako neskúsený obchodník, že s tými zbraniami práve. És hogyha ezek az ismerőseknek az élvei majd erősebbek lesznek, mint a te történeteid, akkor nem fogja fölvenni neked a telefont egyszerűen. A keď tento vás známy, ktorému ste o obchode rozprávali, bude mať svoje negatíva silnejšie ako váš príbeh, tak potom vám ani telefon nezoberie. Szerintem a te hálózatodban is volt már olyan, hogy valaki belépett, és utána nem tudtad elérni. Vo vašich skupinách určite tiež ste mali také príklady, že niekto vstúpil a potom ste ho nevedeli ani telefonicky zvolniť. Nem tudtam engedni a döntését. Nevedel sa obhajovať. Tehát abszolút mértékben itt kell lenni a fókusznak. Takže v každom prípade ten fókusz musí byť tu. Igen. Szerintem az egyik legnagyobb tévhit az MLM-mel kapcsolatban az, hogy az emberek azt hiszik, hogy a marketing tervet meg a terméket kell ismerni. Podľa mňa najväčšia chyba, čo si myslia ľudia o marketing, o MLM obchode, že najdôležitejšie je marketingový plán a predaj produktov. Szerintem az embereket kell ismerni. Podľa mňa ľudí musíte poznať. Hogyha te megérted az embereket, hogy ti pochopíš ľudí, és úgy kommunikálsz velük, hogy az ő oldalukon állsz, a kommunikálsz s nimi tak, že si na ich strane, akkor sokkal hatékonyabb tudsz lenni. Tak vieš byť o mnoho lepší, výkonnejší, účinnejší. Szerintem a legfontosabb tulajdonság, amivel egy sikeres üzletépítőnek rendelkeznie kell, az empátia. Podľa mňa najdôležitejšia skúsenosť, ktorú obchodník by mal mať, je empatia. Mondom, legkritikusabb pont, hogy te itt vagy ebben az üzletben, teljesen stabilan látod, hogy ez a legjobb lehetőség jelenleg. Dvojte je, že vy ste tu v tomto obchode a veľmi stabilne vidíte, že je to veľmi dobrý obchod. És nem érted azt, hogy ezt mások miért nem értik meg két perc alatt. A nerozumiete, že ostatní to prečo nepochopia za 2 minúty. Képzeld egy kicsit bele az ő helyzetébe, az ő szituációjába. Pusztje sa zamyslieť do jeho situácie. Hidd el, hogy amikor te az üzletről beszélsz neki, verte, že keď mu rozprávate o obchode, az ő agyában nem az üzlet fog járni, v jeho rozume nebude chodiť obchod, hanem azon fog gondolkodni, hogy mit fog szólni majd otthon a párja, ale bude rozmýšľať nad tým, že čo jeho partner povie doma, mit fognak mondani az ismerősei, hogy ő ilyen foglalkozik. Čo povedia známi, že on sa zaoberá s takýmto obchodom. Tedy lesz kételyekkel. Bude mať strašne veľa negatívnych myšlienok. És hogyha ezt te nem tudod kezelni, akkor elúszott a dolog. Keď sa neviete s týmto vecami vysporiadať, tak vám ten obchod odíde.
És ugye elúszott azért, mert nem jó volt a kommunikáció. Odpadem vám ten odchod preto, lebo ste nemali dobrú komunikáciu. Ugye valamit eladunk, most pár megyei is tagadunk, árulunk valamit. Niečo predávame, samozrejme, aj hoci ak hovoríme, že nie, ale v konečnom dôsledku niečo predávame. Megszoktam kérdezni üzletépítőt, hogy mi a te terméked. Zvykol som sa spýtať obchodných partnerov, že ktorý je tvoj produkt. És akkor ugye ezt szokták ugye mondani, hogy hát a kávé, ganodermás kávé. Zvykli rozprávať, že káva, že ganoderma káva. Akkor ganoderma. Ganoderma. Vagy a üzleti szabadság, tehát a voľnosť, obchodná voľnosť. Szabad élet. Slobodný život. Nyilván ma lehet, hogy olvastak ilyet könyvekben, hogy ezek a jó termékek, szerintem nem. Určite čítali knihy, že toto sú dobré produkty, podľa mňa nie. Az én termékem a következő, amit árulok. Môj produkt je nasledujúci, ktorý predávam. Az, hogy te is meg tudod csinálni. To, že aj ty to dokážeš spraviť. Ha nem tudom neked eladni ezt az érzést, hogy te meg tudod csinálni ezt az üzlet, akkor nem fogsz csatlakozni. Keď ti nedokážem predať ten pocit, že ty tiež dokážeš ten obchod spraviť, tak sa ku mne nepripojíš. Nyilván lehet, hogy csatlakozni fogsz, hogy már elázzál végre. Možno sa pripojíš ku mňa, nebo o tom, aby si sama stresol. Vagy azért, mert ugye a terméket fogyasztod. Alebo preto, že budeš používať výrobky. De üzleti szempontból nem fogsz csatlakozni, nem fogod elkezdeni az üzletet. Ale z obchodného hľadiska ten obchod nezačneš robiť. Viszont, hogyha el tudom neked adni azt az érzést, hogy ezt te is meg tudod csinálni. Ale keď dokážem ti predať ten pocit, že ty to dokážeš spraviť, akkor csatlakozni fogsz, és bele fogsz vágni. Tak sa určite pripojíš a začneš. Jó, tehát erre fókuszálj, hogy el tud adni az embereknek azt, hogy igen, te is képes vagy rá. Zamerajte sa na to, že naozaj ľuďom predajte to, že aj on je schopný to spraviť. Oké, hogy lehet eladni tulajdonképpen ezt az érzést? Ako sa dá tento pocit predať? Erről szeretnék ma beszélni a szünet után. Potom by som sa s vami chcel rozprávať o